Neves elődeim is igencsak jó szakemberek voltak, hátrahagyott munkáikból, tudom én ezt mai szemmel, vagy 10-20-30-50 évvel ezelőtti szemmel is megítélni. 1832-ben épített Kecskeméten a Festő utcába tükörög apám, egy kékfestő műhelyt. Na most, miután ez a mesterség elég sok hőenergiát igényel, hogy a hulladék hőt is kihasználhassák, épített mellé egy szeszfőzdét, meg egy keményítő gyárat. Úgyhogy három üzemmel élte végig az életét, és három üzem munkáját tudta magáénak. Tehát végső soron 1830 volt az ő kezdésének az időpontja. Utána jött a nagyapám tulajdonképpen, ő már a második generáció volt, és érdekes módon ma ismeretlen, de az ő életükben nagyapám még öten voltak testvérek, és ebből a varjúnak a fia is varjú alapon négy fiú kékfestő lett. Az egyik Nagyváradon, a másik Újvidéken, a harmadik valahol Pesten, és az én nagyapám Kiskunfélegyházán lett önálló kékfestő. És ő 1932-ben ott is halt meg, mint kékfestő. Az ő gyerekei is, az én édesapám még szintén öten voltak, de itt már az öt gyerekből három lett fiú, és a három fiúból kettő lett kékfestő. A nagybátyám a Szentesen lett kékfestő, az édesapám pedig Kécskén. Az úgy történt, hogy a család részben felnőtt szakmabeli tagjai, tehát édesapám is, nagybátyám is, meg a nagyszülők is beosztották maguk között a hetet, saját kocsijuk, lovaik voltak, és minden nap valamerre piacon vagy vásáron voltak. És valahogy úgy jött ki a lépés, hogy édesapámnak Kécske jutott, és ő Kécskére járt ide ki piacra. 20-22 éves fiatal emberként nem okozott neki gondot a lóhajtás, a lovak ellátása, és így tovább, és a piacnak a megtartása is. Most a piaci időközben, még a piac tartott vagy 6 óra hosszán keresztül, előfordult, hogy egy-egy fiatal asszony, akinek hozzátartozó meghalt, jött, hogy ezt a korábbi esküvőn koszorús lányként résztvevő rózsaszín, vagy citromsárga, vagy drap ruhát fesse meg. Hát aztán mondta az apám, hogy lehet, de én egy hét múlva jövök legközelebb, akkor tudom elhozni. De hát három nap múlva lesz a temetés, neki akkorra kéne. És többszöri ilyen kívánalom után, ahol ő árult a piasztéren, a háta mögött lévő ház udvarán volt egy kis udvari ház, azt kibérelte, és a legközelebbi alkalommal hozott egy üstöt, meg egy üstházat, meg fogadott egy inas gyereket, és úgy a piac vége felé, na öntsék föl 2-3 vödör vizet az üstbe, gyógysárt üzet alá, hozott egy pár evőkanálnyi fekete festéket,
és gyorsan frissen megfestette még a piac ideje alatt ezt a gyászruhát, kiöblítette, felakasztotta a fára, és a háziasszonynak meghagyta, hogy majd este gyűn egy menyecske érte, annak adja orra két pengőért. Annyi volt a festési díj. És miután ez úgy egyre gyakoribbá vált, az apám egyszer egy merész gondolattal kiköltözött ide, megnősült, itt a Srévizavé lévő egyik házba, bérelt egy házrészt, egy lakást, és ott önállósította magát, és úgy kezdett dolgozni. Sokáig járt Tiszakürtre is piacra, és mindig, minden alkalommal mérlegelte, hogy melyik falunak van jobb vize. Miután a kékfestés elég sok vizet igénylő mesterség, így a víz minősége döntő fontosságú. És a végén Kécske mellett döntött, és így került ő Kécskére, és így lettem én is Kécskén kékfestő. Gyapott ültetvényeken, most már ültetvény, régen véletlenül, mint a paré úgy nőtt Indiában, a gyapott cserje, mondjam úgy, akkora és olyan alakú termése van, mint a tyúktojás. Sokáig istálóba az állatok alá hordták el ezt a termését aljazni. És egyszer valaki csak vett magának fáradtságot, megnézte, hogy olyan finom vattaszerű bele van ennek a tyúktojásszerű gyapott termésnek, és ebből olyan finom szálak, olyan finom sodratokat lehet csinálni, amilyen addig nem volt a kontinensen. És elkezdték ezt tisztítgatni, ugye maghéjak, magok, a gyapott magja nyilván, hogy benne volt. Szóval megtisztították a szennyeződésektől, és az addig ismert juta, len, kender, hernyósejem mellett, a hernyósejmet kivéve, mert az gyapjú, az állati eredetű, a begubózott kukasznak a háza tulajdonképpen a hernyósejem, de az előbb említett növény alapanyagú anyagokból készült szálnak egy negyed-ötöd résznyi vastagságú szálat lehetett a gyapotból csinálni. Kínába, amely akkor tájt még nyugat-európai gyarmattartó államok tulajdona volt, hajó karavánokon hozták a teljesen nyers, gyapott gubókat bálákba összepréselve Nyugat-Európába. Itt kezdték tisztítgatni, és hatalmas veszteséggel, mint egy 30-40%-os veszteséggel jutottak ehhez a finom fonálhoz. És régen is voltak huncut emberek, nem csak napjainkban. Egyszer valaki meggondolta, hogy ezeket a tisztító gépeket kéne kivinni Távol-Keletre, és ott kitisztítani, mert az, ami hulladékba kerül, akkor az hajókaravánokon hónapokig utazott vitorlás hajókon, míg Nyugat-Európába ért, akkor ez a hulladék ez maradjon ott Távol-Keleten. Azután megint eltelt, könnyen lehet, hogy több tíz év is, amikor megint eszébe jutott valakinek, hogy elhozzuk ide ezt a tisztított gyapotot, és itt szőjük, fonjuk, készítjük ki. Hát ki kell vinni a gyarmatokra
a szövőszékeket is. Összecsomagolták és kivitték azt is, úgyhogy a tulajdonképpeni megszövött finom kelme került Nyugat-Európába. Eleinte a királyi udvarokba volt divatos, nagyon szép dolgokat műveltek, franciák is, angolok is, ami a textil kikészítés minéműségét illeti, úgyhogy nem csoda, hogy a királyi udvarokban használt kelme volt a pamut vászonból készült, nagyon díszesen mintázott kelme. Azután később gyakoribbá vált, egyre több és több került ide Európába, és a köznépnek is ünnepi viselete lett ebből a finom pamutból, hogy 800 évvel ezelőtt kezdődött ténylegesen a kékfestő mesterség meghonosodni Magyarországon. A kékfestő mesterség fénykorába 400 kékfestő volt Magyarországon. Ebből körülbelül 300 Dunántúlon volt. A fönnmaradó 100 kékfestőből 60-70 a Duna-Tisza közén telepedett le, és talán egy 5-6-10 kékfestő jutott Tiszántúlra. Tiszántúlon is általában a tótok lakta vidékeken telepedtek meg, Békés Csabán, Szarvason, Debrecenbe, és még néhány jelentősebb településen, de mint említettem, 10-nél több kékfestő Tiszántúlon nem volt, mert 4/8 része magányos, egyedül dolgozó mester volt. Tehát kicsi volt. És minél kisebb egy műhely, annál rugalmasabb. Mert egy nagy üzem, ott, ahol Pápán 30 ember dolgozott, azt átállítani valamiről valamire, az egy nehéz dolog volt. De ott, ahol egy szál egymagában a mester dolgozott, az képes volt, mi magunk is, én, különösen én, voltam és vagyok az, én 42 évig jártam vásárra. És én minden vásárra külön készültem. Annak a vásárnak a körzetibe élő emberek ruházkodási igényeinek megfelelő árut készítettem. A Cibakházi vásáron történt velem, oda jön hozzám, természetes, hogy festőkötőbe, egy asszony. Kovács úr, ilyen kötőnek való tessék nekem adni, mint amilyen előttem van. Hát mondom, ebben nincsen semmi rendkívüliség, milyen mintával lenne, sorolok neki egy néhány mintát, mutatok is. Egyszer azt mondja az asszony, hogy ebben nem ez a rendkívüli, hanem ebbe az a rendkívüli, hogy a maga nagyapjától vettem 34 évvel ezelőtt, és még nem volt kimosva. Mert esztendős ünnepeken a templomba menni használom. Tehát hazagyűvök a miséről, hajtásán szépen összehajtom, elteszem a sublótba, és a következő esztendős ünnepig ez ott pihen. És így bírta ez a kötőnek való 34 éven, még több éven át is, mert hiszen később elhasználta, mert hiszen részben adtam is, nagyon komoly mulasztást követtem el, a familiáris cég
relikviák gyűjtésének elmulasztásával, mert nem kértem el ettől az asszonytól azt a kötőt, ami előtte volt, ha azt ő 34 évvel korábban vette a nagyapámtól, hát az megérdemelt volna legalább két kötőnek valót, és nekem emlékként a nagyapámról. Hát a kékfestő mesterség a textil mintázás egyik válfaja. Kikészítés során az egyes technológiai lépések, hogy a nagyipar, a gyáripar sima anyagot fest először, és arra műgyanta-szerű nyomómasszával nyom különböző színű és nagyságú, sokaságú mintát. Erősen savas kémhatású, tehát réz szulfát, réz nitrát és réz acetát van föloldva vízbe. Akkor azt sűrítjük kaolinnal, hogy ilyen tejfölszerű massza legyen, és még gumiarábikumot teszünk hozzá, hogy ráragadjon az anyagra. Rászárad, és amikor a festékbe, ami viszont erősen lúgos kémhatású, nátron lúggal van lúgozva, akkor ez rá is keményedik, és amikor kijön a festékből, ez még akkor rajta van az anyagon, utána kénsavas vízen kell leáztatni ezt a festőmasszát, és akkor jön elő az anyag eredeti fehér színe, és az adja a fehér mintát. Akkor természetesen még a savasságtól is ki kell mosni tiszta vízen, és csak azután lehet kiterigetni, megszárítani. Utána enyhe keményítőn átengedjük, mert ugye régebben különösen azért kellett keményíteni, mert vásárba hordták, és akkor több vásárra is elvittek egy-egy véget, és ne törődjön, és a kalanderozás és a keményítés nagyon szép fényt adott az anyagnak is, nem mutatós volt. Természetesen ez a fényesség csak az első mosásig tartott, mosásba a keményítő kijön belőle, de ha újra keményítik és újra vasalják forró vassal, akkor megint jó tartása és színe lesz. Hát évente egyszer-kétszer hazaköltözünk, a megmintázott anyagainkat megfesteni. Ilyenkor együtt a család és együtt dolgozunk. Ezeket a kész anyagainkat Szentendrén, az üzletünkben tudjuk eladni, ahol azért van rá kereslet. A lányaimmal és a szüleimmel együtt csináljuk a munkát, együtt mintázunk, együtt festünk, együtt teregetünk, úgyhogy a három generáció együtt dolgozik. Igen, hát te vagy a harmadik generáció, igen, akik így együtt dolgozunk. Mert igen, már gyerekkorod óta ebben belenevelődtél. Igen. Gyerekkoromban is itt játszottunk a műhelyben, a húgommal, az unokatestvéreimmel, itt nőttünk fel az udvarban a műhelyben. És azóta, ahogy nőttünk fel, ugye folyamatosan itt voltunk, segítettünk, tanultunk, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy felnőttem, és kékfestő lettem. És most már így együtt dolgozunk mamával, papával, anyával. És ugye így, amikor így hazalátogatunk, nem a családi rendezvények miatt, hanem a munkából kifőlag, akkor is itt vagyunk együtt, és együtt dolgozunk. Jó. A kékfestő mesterségen belül pedig a fehér anyagot legelőször is megtisztítjuk a fonodai és a szövődei adalékanyagoktól, szemetektől, végső soron nekünk ez csak útba van, mert a későbbiek során ezek elfoglalják a szálak belsejébe a helyet a festék elől. Tehát ezeket
entschlichteleníteni kell, kimosni belőle minden korábbi anyagot, és akkor fehér állapotába egy olyan megóvó, egy olyan rezerv masszával megmintázunk az anyagot, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy fehér állapotába megmintázzuk. Itt egy nagy tekesben látható a már fehéren megmintázott anyag, ami festésre vár. Ez a szerkentyű rész, ez belemegy a festőfürdőbe, és ezen futtatjuk végig az anyagot, és ezzel a hengerpárral csavartatjuk ki belőle a fölösleges festéket. Itt ebbe a kis kádba egy öblítő fürdőt kap a frissen festett anyag, és innen ebből a vízből is kicsavartatjuk, és akkor innen fölvezetjük az anyagot a mosógépbe. A mosógép, ez egy négy szekrényes, széles mosógép, ami azt jelenti, hogy négy szekrény és négy csavaróhengerpár van együtt. Ebbe belevezetjük az anyagot, és itt is lent van egy hengersor, meg fönt egy hengersor, és az anyag itt is lényegében függőleges mozgást végezve végig sétál. Ez a hengerpár kicsavarja belőle a fölösleges vizet, és elindul ugyanez a játék tovább a következő szekrénybe. Itt ugyancsak ez történik, megy leföl, és amikor ideér, kicsavarjuk, és ez így megy elejéig, és pedig ez a tevékenység azért van, hogy a fehéren rányomott mechanikai rezerv mintázó anyagot egy enyhe kénsavas vízen lemossuk róla. Mire végig ér ezen a mosógépen az anyag, addigra még nem fordult elő, hogy nem mosódott volna le a már fölöslegessé vált mechanikai rezerv anyag, úgyhogy itt már előjön a minta az anyagnak az eredeti fehér színe. Ez képezi a mintát. Itt egy kocsira lerakjuk, és ezzel tulajdonképpen a festési, mosási művelet be is fejeződött. Hát kérem szépen, két festési eljárás honos a kékfestő mesterségbe. Az egyik az ősrégi, mint egy Magyarországon 800 éve gyakorolt indigó festés. A másik az a körülbelül 80-90 éve használatos melegfestés. A kettő között az alapvető különbség, hogy míg az indigó festés szakaszos festés, tehát egy medencébe, hideg indigó fürdőbe történik. Méghozzá olyan formában, hogy negyed-fél óránként 10-15 alkalommal is leengedjük az indigó fürdőbe, és fölhúzzuk az indigó fürdőből ezt a bizonyos feszítő keretet. Na most az a helyzet, hogy ha ez valamilyen oknál fogva, a fürdő állapotánál fogva, egyik nap nem sikerül, akkor adunk bele egy kis vegyszert este, ezzel a kipakeverő rúddal fölkeverjük, összekeverjük, és másnap folytatjuk. Volt a kollégám, aki 3 nap festett egy ilyen ráfnyi portékát. A melegfestő fürdőnél az a helyzet, hogy ott egy bizonyos redukciós, oxidációs egyensúly, de 50-50%-nak kell lenni, ahhoz, hogy ott 60 másodperc alatt festődjön meg
10 méter anyag. És amíg anyagból, festékből, meg a kezelő személyzetet illetően erőből futja, ott minden órában a 600, minden órában a 600 méter anyagot megfestik. Itt pedig minden nap, ha minden jól megy, 60 méter. Ez a számok játékának eredménye, hogy itt 60 méter anyag a tér, és ha egyik nap nem megy, akkor megy a másik nap. Hát az apám úgy csinálta, hogy beakasztotta a ráfot este, és kipát fölkeverte, és a benne lévő mechanikai szennyeződés, vasgálic és nátron lúgnak a salakja, az reggelre szépen leült, és az oldott indigó lebeg a fürdőbe. És abban reggel 4 órakor az apám belengedte a ráfot, benne a 60 méter anyaggal, meghúzta a pálinkás üvegét, és leült az előző napi újsággal, és olvasta. Olyan hosszú volt a Mátró fürdő ideje, a Mátró fürdőben lévő ráf által eltöltött idő, amilyen hosszú az újságcikk volt. Aztán fölhúzta, kihűtögette a ráfot, hogy kioxidáljon az indigó, leengedte, megint meghúzta a pálinkás végét, megint elővette az újság, megint addig tartott egy merülés, egy szúg, amíg az újságcikk tartott. És ez így ment télig, ebéd utánig, akkor vett belőle mintát, akkor látta, hogy már félfestésnél tart, és akkor vagy megfordította a ráfot, vagy adott még egy kis indigót hozzá, úgyhogy tehát itt 60 méter volt a tét régmúlt időmilliómos kékfestő elődeim sorában, korában, míg napjainkban egyedül nem kész, működtethető egy melegfestési eljárás, mert ehhez a legegyszerűbb módon is legalább 3 ember szükséges, de ott a teljesítmény rendkívül nagy. Amit befejezésként, de nagyon lényeges dolgot akarok mondani, az pedig az, hogy az indigó por szemcse és az indantrén, amit a melegfestésnél használunk, közötti szemcse nagyság kb. 1:360-hoz. Annyira finom a meleg festésnél használt festék, szinte por, hogy abból képes 3-4 gram egy négyzetméter anyagot megfesteni. Ebből pedig 10 gram kell, mert ez durva szemcsézet, és nem beszélve arról, hogy ez az első pillanattól az utolsóig mindig ereszti egy kicsit a színét, magyarra fordítva szót, ez mindig megfogja egy kicsit a nő személynek a karját, mert ez fog, ez engedi a színét. Az viszont egy mosás után az esetleges fölösleg lemegy róla, és utána fehér ruhával együtt lehet mosni. Isten segítségével még egy darabig élek, úgy hiszem, hogy az Úr nekem rendelte ezt a viszonylag hosszú életet, hogy családomnak fiatalabb tagjait meg tudjam tanítani a mesterségre, ez az erősen kihaló félbe lévő szakma ne haljon ki, hanem hát legalábbis a mi családunkon belül az esetleges régi fényébe, ha egyszer kereslet lenne rá, régi fényébe mindent, ami a szakmával vele jár, minden tudományt tudjanak meg utódaim, és tudják azt produkálni szükség esetén.